Bagdi emőkével beszélgetünk. A társadalomban most felfedezhető ez a jelenség, és évről évre úgy látszik, hogy növekszik azok száma, akik ilyen gyermekbántalmazásnak is mondható pedofil ügyekben érintettek. Ez a társadalmi jelenség, ez, ez, ez miért növekszik itt nyugat, illetve közép-európában is? Egy hatalmas világ erőről, egy olyan mozgalomról van szó, aminek megvan az ideológiai, elméleti lábazata. És ezt úgy nevezzük, hogy dekonstrukcionista, azaz a konstrukciókat, a fogalmakat, a jelentéseket lebontó, és ezért minden, ami a régi szóhasználatban a normális volt, a természetes és hasonló fogalmak, férfi és nő, köztük a különbség, és így tovább, ezek mind át definiálásra kerülnek. Már ne legyünk tradicionálisak! Nemileg ne legyünk sztereotípek, mert azok vagyunk a felfogás szerint. Mindent, ami régi, mindent töröljünk. Ez a teljes tagadás. A tradíciók felszámolása, mindaz, ami gyökér egy kultúrában is tovább örökítődik, annak a megtagadása, és egy új nevezéktan olyan új elnevezések, ahol ugyanazok a dolgok, amikre megvolt a mi közmegegyezéses és a jelentésekben megértést segítő utunk, azok mind felszámolódnak, és egészen odáig halad, hogy már nem csak a neveket magukat változtatjuk meg, változtatja meg ez az irányzat, hanem jogot formál arra, hogy az eredeti jelentést megváltoztatása után magát a dolgot, például egy férfi, ki a férfi, ki a nő, mi a házasság, mi a természetes emberi kapcsolat, mi a norma, mi a normális. Mindent fölszámol. Most, ha én nem tudok ugyanolyan jelentésben egy fogalmat használni a tárgyalásban, a beszélgetésben, jelentésekben olyan elcsúszások lehetnek, nem értjük egymást. De ez a fellépő irányzat világszerte, szinte szétáradva, Agresszív követelményként, mint kisebbség, agresszív követelményként áll a népességgel, és azt mondja, hogy te most használd ezeket a fogalmakat, amiket én használok, én már nem vagyok hajlandó kommunikálni a régi dolgokkal, mert én már mindent megszüntetek, megváltoztatok. Kötelezlek téged, hogy tanuld meg az új fogalmakat, és sorold be az új világrend szerint, amit én ajánlok, sorold be magad, hogy akkor te ki vagy ebben, hogy nevezünk most és ugye főleg a szexualitás területén, és figyeljük meg jól, hogy az ösztönviselkedés területén olyan fajta új fogalmakat vezet be, amely magát az emberi nem továbbélését biztosító szövetségeket is, mint házasság, olyan módon definiálja át, hogy most már a házasság fogalma, az szeretné kiterjeszteni, hogy bármi legyen, nem az eredeti évezredes meghatározás szerint férfi és nő olyan szövetsége, amelynek célja van, rendeltetése van. A rendeltetés fogalom már ki is van, hogy van, mi az egy rendeltetés. Nem. Két embernek az együttélése hedonista, örömszerző, szexuális örömszerző, ösztönszintű örömszerző célokkal. Mert ha azt mondjuk, hogy nem az eredeti rendeltetésnek megfelelően értelmezzük a kapcsolatot, akkor lehet akárkinek, akármivel házassága, mint egész borzadás de volt egy olyan esemény, amikor engedélyt kért a, a hölgy, hogy a csillárjába szerelmes és szeretne vele házasságot kötni. Na most ez már csak ugyan az elme határait meghaladó abszurditás. De ha egyszer egy érvényességet, amire van egy társadalmi közmegegyezés, fölbontok, elbizonytalanodás jön létre. Most itt van a férfi és a nő esete. Ugye, hogy már ez a mozgalom és irányzat azt mondja, és bár kevesen vannak, rendkívül agresszív erővel a többségre azt a parancsot közvetítik, hogy te fogad el, hogy mostantól a férfi és a nő, mert ne legyen már nemi különbség, hát akkor mi mind emberek vagyunk. Igen, de hogyha már elérünk oda, hogy mind emberek, akkor valamilyen megkülönböztetés mégiscsak kellene, és akkor jön az új nevezéktan a legkülönbözőbb besorolásokkal, valamiknek már se vége se hossza, már ők maguk se igen tudnak pontosan eligazodni ebben, egymással se annyira értenek szót, de ránk azért ránk erőltetik, hogy például, ha nemi viselkedés szempontjából, ha a tradicionális, hogy férfi nő kapcsolat, akkor te már sztereotíp vagy, akkor már, bocsánat, engem megbélyegeznek, és azt várják, hogy az ő általuk használt fogalmakat alkalmazzuk, és olyan felfogásban gondolkodjunk, férfi és nő oda láig merészkednek, hogy megítélésem szerint Úristent játszanak. Mert hogy ugye a teremtésben azt a mozzanatot, hogy egy nő XX kromoszómás, majd aztán jobb agyfélteke dominás lesz az idegrendszeri működésében, és ösztrogén hormontermelést programoz a nagy hardware, a genetika, amelyik behagyja ezt a programcsomagot, és tetszik, nem tetszik, ez fog történni, de már nehogy is, hát majd ő megváltoztatja azzal, hogy azzal, hogy átnevezi, hogy ő is csak egy ember, és az lesz majd, amit akar, és saját maga dönt. És közben egy férfi, aki az a gyerek, fiú gyerek. Hát mert a, a graviditásnak, a, tehát a várandóságnak korai napjaiban eldől, vagy pillanataiban azt is lehetne eldől, hogy az, ha fiúgyerek lesz, akkor XY kromoszómás, akkor majd tesztoszteron termelésre rendeződik be az ő teljes ivarérési folyamata a fejlődésben. A fejlődés programja ott van benn, mint a kőkemény program. A szoftver olyan, ami majd átmegy, a hardware ugye hozza a parancsot, és akkor na itt van a mi kultúránk, amely kívülről aztán ebbe beleszólhat, tehát ez a szocializáció, hogy a hardware által hozottat mi fogja majd valójában kiszabadítani, hogy az meg tudjon nyilvánulni. Tehát a fiúgyerek fiúgyerekként nyilvánulna meg, de ugye az előfeltételezett szabadságigérettel, hogy boldogabb leszel, ha kipróbálod, hogy ez vagy, az vagy, és akkor már majd, majd legyünk erre szabadok és nyitottak, és már a, erotikus érzések, a jó szexuális érzés jövőjének ígéretében. Már akkor legyél te szabad arra is, nyiss arra, mint kicsi gyerek, ez a óvodáskor érzékenyítés, hogy fogadd el, hogy két fiú puszilózik, úgy is boldog leszel, úgy is lesz jó fizikai, örömteli érzésed, stb. Tehát érvénytelenítenek olyanokat, amik a a genetika programja szerint is kőkemény következetességgel állnának elő, és akkor ebben nyúlnak be, és mondják azt, de, de hát mi mindent meg tudunk változtatni. Na most ugye mi a célja ennek, mert minden ilyennek van egy végső célja. Az a fajta konzumizálódott ö, a testiségre ledegradáló, az embert minőségébe lefokozó kultúra, amelyik arra törekszik, hogy a pszichoszexualitást és az egész emberi rendeltetést, hogy mi mi végre születtünk, mint ember ki vagyunk az univerzumban, úgy definiálja át, hogy örömre, boldogságra legyen mindened, legyen tulajdonod, pénzed, élj jól, mindent kebelez be, ami neked az életbe boldogságot ígér, és én megígérem, mondja ez az irányzat, hogy egy boldog leszel, rengeteg élvezetben lesz részed. Most ez egy nagyon alacsony repülésű, földhöz ragadt dolog, hogy én abban legyek boldog, hogy szexuálisan ilyen öröm, meg olyan öröm, meg amolyan öröm, öröm, miközben a fejlődésnek azt az óriási előírásos programját, ami ott van, ha más nincs már alázat bennem, de a génekben ott van. Tehát ha elfogadom, hogy ami ott van a programban, azt tisztelettel elfogadom, és azért, hogy kongruens, illeszkedő legyen a személyiségem azzal, ami úgyis felszínre kerül belőlem, mert a fejlődés kiprogramozza, azt erősítem, tehát a lánynak születek, legyek már boldog nő. Igen, de ha csak nő vagyok, mondja ez az irányzatát. Nem is tudod, hogy mi mindenről mondasz, lehet. próbált ki, hát legyél ez, meg az. És ez a szabadság ígéretének álcája, mert nem szabadságról van szó, szabadosságról van szó. Szabadosság elhatártalanodása, jó és rossz határa már nincs, egyáltalán kifejezve. tehát ha én egy, Fogalmat szétszedek, és már nem úgy érvényes, akkor hogy fogom tudni megítélni a fogalomnak a jelentéséhez kötődő viselkedés jó az, vagy nem jó? Pedofilia jó az, vagy nem jó? Ha egyszer azt mondja ez az irányzat, hát minek ezek a fogalmak? Hát de nem kell. És akkor a norma konszenzuális, tehát közmegegyezéses határát, hogy itt van a határ, ne lépd át ez a határ, ez a normalitás határ, de azt mondja, te hogy is. Hát tágítsuk ki a normalitás határát, hát minden szépen megy be, homoszexualitás, pedofilia, és így tovább. Na most erre szeretném a legélesebben kijelenteni azoknak, akik ezt állítják, hogy álljunk meg egy homoszexuális ember, aki nem árt a másik embernek, hanem felnőttként, érett személyiségként egy olyan utat választ, ami eltérő út, hát ha ő azt az utat választja, én is, te is minnyáján a felnőtt világban, ma már ezt tapasztalom, olyan elfogadás és tolerancia van, hát éld úgy a hálószobádnak a, a, a folyamatait, ahogy akarod, szabad, felnőtt ember vagy, de hát ha kitágítom a határt, a gyermekre is lehet, hát akkor károsító hatásokat közvetítek, tehát a jó és rossz határát az erkölcsi határ, egy kultúrának őriznie kell, a nemzettal köve az erkölcs. Nem én találtam ki, Berzsenyi Dániel a gyönyörű magyarokhoz írt versében. A nemzettalp köve az erkölcs. beszélhetek -e erkölcsről, hogyha az a jó és a rossz, ami nekem jó, nekem jó, hogy majd én most hónaptól fiú leszek, holnap után meg megint vissza szédelgek lánynak, aztán majd eldől, hogy hol érzem jól magam a világban, hát hol van itt az úgynevezett identitás? Az identitás az, hogy fejlődöm, az úton a szocializációs hatások segítenek, hogy azzá váljak, ami benne van a magban, mint egy famikor fa, elültetem, és abból, ha fenyő, akkor fenyő lesz, ha hársfa, akkor hársfa, ha emberpalánta, akkor az, ami a génekben van, de az a dolgom, hogy egy fenyőfából ne csináljak hársfát, és viszont. De én azt mondom, tök mindegy, mert majd csinálok, átmenetileg ez leszek, az leszek, beoltom magam, majd aztán fenyőből leszek hársfa, Non-sense de mégis ez érvényesül, ezt látjuk. És a kisebbség, mintha nagyon sokan lennének, erőszakosan nyomulnak be, és azt mondják, hogy legyél toleráns. Na most bocsánat, egy erőszakos kommunikátor, hogy kívánhatja, hogy toleráns legyek, én csak azt tudom mondani, várj, te ezt parancsolod nekem, hát akkor én is azt kívánom tőled, hogy én is leteszem a magam véleményét. Mit jelent a norma? Mit jelent a normális? Az, hogy a többség az emberi társadalomban megegyezett abban, hogy ezt fogadja el olyannak, ami az egészséges, ami megfelel a fejlődés törvényeinek, ami előre viszi az életet, és biztosítja, hogy az ember eléggé boldog legyen. A főtörvényt mindig a többség határozza meg, de a kisebbség betolakodva azt mondja, én akarom meghatározni a főtörvényt, úgy, hogy fölbontom a normalitás régi határait, tehát már nem is érdemes erről beszélni, mert ne ezt a fogalmat használjuk, és akkor bejövök, és én is a főtörvény meghatározásába beleszóló, kisebbségű nem akarok kisebbség lenni, én oda akarok tartozni, a többséghez akarok tartozni. Na most milyen határsértésekről van itt szó? Tehát tulajdonképpen erkölcsi alapoknak a szétszúzása, az emberiség közmegegyezéses normáinak a tagadása, új normák előállítása, a cél az, hogy hedonikus örömök és meglehetősen testi központú, hát eléggé alacsony repülésű boldogság eszmények, ményeknek a támogatása, végső soron üzlet, bocsánat, hogy kimondom, mert üzlet a pedofília, üzlet a személytelenség, a szexualitásban, üzlet az internetes minden olyan, amin a TikTok, ahol a gyerekeknek már ugye izgalmas, minden a gyereknek minden vizuális élmény izgalmas, és akkor látják, hogy itt mi történik. Nos, vigyázzunk ám, mert hogy a nincs a Fülnek záróizma is nincs a szemnek, tagadási lehetősége az élménybefogadást illetően. Bemegy. Most egy gyereknél bemegy az, ami sok-sok, ami bemegy, és úgynevezett, habituáció, megszokás alakul ki. Ja, hát ez a természetes, mert ezt kapja újra és újra és újra. Tehát átmoshatják az agyát, átmoshatják az, az ő orientációját. Ezt fogadja el úgymond természetesnek, és akkor már ki van tágítva a normalitás fogalma, és már tulajdonképpen nincs a jónak és rossznak határa. Minden jó, ami nekem jó, etikai, Subjektív döntés. Az etika közmegegyezéses, mert mi a törvény, ami mozgatja egy társadalom etikai rendszerét? Az erkölcsöt az, hogy közmegegyezésesen elfogadják, hogy ami az emberi életet, egészséges fejlődést biztosítja, boldogságot biztosítja. Ezt törvénybe foglalják, így születik a törvény, lényegében parafálják ezeket a dolgokat, mindenki tartsa be, tehát kötelezettséget teremtenek. Ha a határokat elmosom, akkor mire vonatkozik a kötelezettség? Rögtön minden szana megy, diabolikus, ördögi összekeveredés, vagyis káosz jön létre a világban, és egy káoszkeltő folyamat zajlik, ahol a káosz az, hogy már végül a szülő se tudja, hogy mit tekintsen normálisnak, abnormálisnak, hol van a határ, csak van egy alapvető erkölcsi érzékünk, mert az ember spirituális lényként születik, mert bennünk van az a fajta magasabb rendűség, amire még a mi világunkban is, hogy ki az ember, mi az ember, ezt 2000 körül fogadta el az egészségügyi világszervezet is, azt, hogy az ember testi, lelki, kapcsolati és spirituális lény. Mit jelent az, hogy spiritualitás? Az, hogy az embernek vannak szervei, biológiája, de van egy lelki és magasabb szint, amit nem tudok ilyen materiális bizonyítás eszközeivel mérni, hogy a lelkiismeretet, hol van a lelkiismeretet, hogyan mérhetem, milyen számadatba rögzíthetem, hogy te milyen mértékben vagy jóságos, a hit, a remény, a szeretet, a társiasság, a kapcsolatok, a szeretetnek a embertársra irányulása, minden, ami magasabb emberi minőség, úgy, úgy mondjuk a humánumnak a magaslata. Humánus, vagyis emberi, és az emberinek egy magaslata. Itt van minden alatta, ami nem az emberi magaslata, hanem a biológiai, a természeti, az állati, az ösztöni, a hedonikus, és e fölött van az a magasabb szabályozó, amiben minden embernél, akinél képes ezt kialakulni ez a lelki szerv, vagy lelki Úgy alakul ki, hogy a szabályokat a szülők beplantálják a gyerek, fejlődő gyerek lelkébe. És ezért szentség a család, ahol a legnagyobb befolyásolás történik, hogy azt a fajta együttélési szabályrendszert fogadja el a gyerek, ami mint lelki szerv benne kialakul. Ez a lelki ismeret, akinek nincs lelki ismeret, az pszichopata, az társadalom ellenes, az árt ki legkevésbé magának, mert hedonikus, azt mondja, legyen nekem jó, aztán fütyülök rá, hogy neked jó vagy nem jó, becsaplak, átverlek, és itt Tehát a kőtábla, ami a mi európai kultúránkban végig egy vezető olyan etikai alaprendszer volt, kőtábla, azt hiszem mindjárt Mózes kőtáblája, tíz parancsolat, ugye értjük egymást. Vallás erkölcsi nevelés az hanyatlott, a összekeverték lassan a hitet a vallásossággal, és az, hogy nem, hát a hit, a remény, a szeretet, ezek a legmagasabb rendű, egyháznak se kisajátítható, felekezetnek se kisajátítható fogalmak ellenkezőleg. Maguk az egyházak, mint intézmények gondoskodtak arról, hogy az emberi kultúrát védjék meg az alantos ösztönöknek a agresszív hatásától, és hogy ezért bele legyen a lélek plántálva ezen a szinten, a magas minőség szintjén az emberbe. És ez a természetes fejlődési folyamat programja van, pont amikor érzékenyíteni akarja az LMBTQ a gyerekeinket, akkor azonosul, akár akarja, akár nem, az a hardware parancsa kinyílik a szükséglet, szedd be magadba a lelkedbe apádat, anyádat olyan légy, mint ők. És ha a szülők ezt közvetítik, ezt a költábla parancsolatot, akkor megvan a társadalom etikai alappillére, és hogyha ez magas szinten is törvényekben van foglalva, akkor megvan az erkölcs. És a nemzet talpköve az erkölcs, újra csak erre tudok hivatkozni. Tehát az, hogy van egy magasabb emberi minőségünk, ne pusztítsuk el a spiritualitást. Születetten társas lények vagyunk, egymásra vagyunk utalva, megvannak a kötáblákba írva, de ha újra fogalmazunk, jó, nincsenek kötáblák, fogalmazzuk újra. És az emberiség fogalmazza meg, hogy mi a jó és a rossz, és legyen a határ ott, ahol például a pedofília határát is egyből meg tudjuk vonni, ami kártékony, ami a fejlődést kedvezőtlenül befolyásolja, ami megbetegít, ami életre szólóan negatív lenyomat, ami traumatizál, így mondjuk. A traumatizálódásnak az a fok, amikor erőszakosan történik, Súlyos betegségszördménnyel jár PTSD, Post Trauma stressz szindróma, ami egy nagyon súlyos lelki helyzet és egy olyan állapot, amit gyógyítani kell. De minden traumát. A trauma traumasebb, a lelki folyamat is sérülni tud. A lelkisebb begyógyítása a legnehezebb dolog. Az állandóan újra buzgó vérző lelkisebb, hogy egyszer valaki, esetleg. És akkor itt a csábításnak a legkülönbözőbb olyan Módszerei is bejöhetnek, a, a, mert nincs tiltva, ugye hát nincs tiltva, hát 14 éves kor után a gyerek maga dönthet. És ez is milyen nyomásként nehezedik ránk? Hát a, a, amikor beléptünk az Unióba, jogharmonizációs folyamat következtében, nem csak azon nevettünk, hogy az uborkát milyen méretűre kell majd te termeszteni, emlékszünk talán rá, hogy hány centi meg milyen, milyen méretű lett, amin mi nevettünk akkor itt már nem uborka szintű dolgokról van szó hanem az emberi élet továbbviteléről hogy hogy szól bele erőszakosan ez a rendszer mert ha azt a parancsot nem értem, hogy az ember nem, nem csak úgy belepottyant a világba hedonikus örömök céljából, hogy etikailag mindent félresöprök, és élvezkedjem, és legyen nekem jó, mert én megértem, nekem jár minden. De mert ugye ez a fajta felfogás, ez teljesen ezt közvetíti, hanem... Célja a rendeltetése van az emberi életnek. Ha kikapcsoljuk az emberi életből a rendeltetés fogalmát, lealacsonyulunk állati szintre, mert mi valami végre születtünk. Nincs két egyforma, még az egypetű ikrek se egyformák. Ott van a magban az a páratlan egyszerűség. Ma már azt is tudjuk, hogy a hímivarsejt és petesejt egyesülésekor mit ad Isten? A petesejt feloldja a burkát, és mint egy szívó hatással a saját kiválasztott fiát engedi be. Miféle csodálatos dolog itt? Magyarázza már meg nekem ezt valaki, és sorba tudnék mondani ilyen csodákat. És ha valóban arra odafigyelnénk, hogy a természet mit parancsol, azt mondanánk a természetest kövesd. És minden olyan, ami nem a természet parancsa, és ennek nyomán követés, az természet ellenes. Ne ártsunk az emberi életnek, vigyázzunk rá olyan törékeny, és vigyük tovább. Az, az a rendeltetésünk, hogy értelmet adjunk az életnek, és Mit ad Isten az értelem adásba? Két kérdésre kell válaszolni. Mondta, -e, ki érjelsz? És mi érjelsz? És a túlélés pszichológia üzenete az, hogy minden nehézséget leküzdesz akkor az életben. Túlélsz, az egész szervezet akar élni, segít téged, ha meg tudod mondani, hogy ki a fontos neked, kit szeretsz, és Vel, konkrétan ki az, aki de kölcsönös szeretetbe vagy. És ha van az életednek egy teremtő értéke, hogy házat építek, hogy családot alapítok, hogy tovább viszem a emberiséget, gyerekeim lesznek, unokáim lesznek, és az örök élet boldogságát élem meg, hogy a gényeimbe akkor is tovább megyek, ha mondjuk egy ateista vagyok. Mert akkor is azt nem tagadhatja le, hogy a gényeibe ott viszi tovább önmagát. Szóval azért vissza kell a természeteshez folyamodni. A természetes az természeti, az a programszerű, és legyünk alázattal, tisztelettel, és ne próbáljunk a teremtésnek ebbe a menetébe, ami tudomány evolúciós, pszichológiailag is magyarázható, ne próbáljunk ebbe durván beavatkozni. Hát ennyit erről, hogy miért tartunk ott, ahol, és ez nagyon veszélyes, úgy találom. Aztán még egy. Mintha visszajött volna a múlt rendszer, vagy nem is tudom, áruhában, és, és valami olyan módon, hogy nem mutatja meg magát, hogy miféle veszélyt egy magában. De én nem akarom hasonlítani a kommunizmushoz, azt azért megértelmeik el. De valami nagyon fontosat mond. Ha azt mondjuk, hogy a főtörvényt a többségnek kell meghatározni, ez a demokrácia. Ha a főtörvényt elkezdi egy kisebbség kikezdeni, és meghatározás fölé kerekedik, az a diktatúra. Vagyis ez a rendszer, ez a szellemi irányzat és minket befolyásoló rendszer, ez egy káoszkeltésre irányuló, szándékosan káoszkeltő diktatúra. Ez a végszavam.